Köszöntöm Önöket! Ez a KVTV híradója május 14-én a Kazincbarcikán és a térségben történt legfontosabb események összefoglalójával. Legszebb konyhakert, kazincbarcikaiak is indulhatnak a versenyen. Táncsics, megújul a művelődési ház udvara, további felújítások jöhetnek. God Talent, meghívták a népszerű tehetségkutatóba az In Aeternum Gospel kórust. Első ízben csatlakozott Kazincbarcika városa a Legszebb Konyhakertek Magyarország Legszebb Konyhakertjei elnevezésű országos programhoz. A megmérettetésre május 29-ig lehet jelentkezni. A Legszebb Konyhakertek Magyarország Legszebb Konyhakertjei című versenyt idén már negyedik alkalommal hirdették meg. Elsődleges célja, hogy konyhakert kialakítására ösztönözze a lakosságot, valamint rendszeresen gondozza azt. Jelentkezni május 29-ig lehet. Fancsik József, a kazincbarcikai városszépítők elnöke örömét fejezte ki, hogy Karcag meghívására Kazincbarcika is csatlakozott a hiánypótló kezdeményezéshez. Ez egy nagyon jó kezdeményezésnek tartottuk, ugyanis annyira aktuális, mert már elfelejtettek az emberek a konyhakerti növényeket termeszteni, el vannak vadulva a területek, és nyilván, hogy a családnak, ha mindenki saját maga előállít minél több gyümölcsöt, zöldséget, tehát olyan zöldségnövényeket, amit a család elfogyaszt, sokkal egészségesebb, hisz ő tudja, hogy termelte, hogy permetezte. A zöldség és gyümölcs mellett gyógynövényekkel és különféle virágokkal is lehet nevezni. Különleges feltétel nincs, csupán az, hogy a jelentkező rendelkezzen megművelt balkonnal, kerttel, udvarral vagy telekkel. Az országos pályázathoz igazodva a verseny 7 kategóriában zajlik Kazincbarcikán is, és nem csak magánszemélyek, hanem intézmények, munkahelyek, óvodák, iskolák, egyéb közösségek jelentkezését is várják a szervezők. Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere a KVTV híradójának azt mondta, Karcag meghívására örömmel mondott igent, és szervezi meg helyben is a megmérettetést a helyi városszépítőkkel közösen. Mivel Kazincbarcikát, városunkat már a legszebb városok között tartják számon, ezért gyakorlatilag evidencia volt, hogy a Karcagról indult olyan országos kezdeményezés, ahol keresik a legszebb konyhakertet, így Kazincbarcika is első alkalommal csatlakozhat ehhez a gyakorlatilag megmozduláshoz. Most május végéig várjuk azokat a jelentkezőket, akik a különböző kategóriákban, mindösszesen 7 kategóriában úgy gondolják, hogy nagyon szép a balkonjuk, a kiskertjük, a saját kis területük. A nevezett konyhakerteket zsűri értékeli majd, és a helyi díjazás mellett a legszebb kerteket az országos versenyben is összemérik. Jelentkezni május 29-ig lehet. A részletes versenyfelhívást Kazincbarcika város weboldalán és a KVTV képújságjában is megtalálják. A múlt héten kezdődött és a jövő héten be is fejeződhet a Táncsics Művelődési Ház udvarának felújítása. Pásztor László helyi önkormányzati képviselő elmondása szerint a munkákat rövidesen további felújítások követhetik Felsőbarcika legkedveltebb közösségi helyszínén. Készül a szegély és a járda alap a Táncsics Művelődési Ház udvarán, a felújítás, melyről először néhány hete a Hét ügye című műsorunkban számoltunk be, az elmúlt héten kezdődött, és arra azért volt szükség, hogy méltóbb körülmények között rendezhessék meg a jövőben a felsőbarcikai közösségi rendezvényeket. A Táncsics Művelődési Ház udvara megújul, új térkő burkolatot kap, ez több mint 100 négyzetméter, itt kialakításra kerül egy parkoló is, ennek kapcsán a művelődési ház udvarán lévő lépcsőrendszer szintén megújul, amelyik az elmúlt héten kezdődött el, és körülbelül egy hét múlva fejeződik be reményeink szerint. A Táncsics Művelődési Ház utoljára 15 évvel ezelőtt esett át részleges felújításon, így a munkákat mind az üzemeltető Felsőbarcikáért Alapítvány, mint pedig a tulajdonos önkormányzat folyamatosan napirenden tartja. Pásztor László, a terület önkormányzati képviselője a KVTV híradójának azt mondta, az alapítvány sikeres lobbiának köszönhetően a közeljövőben további felújítások várhatók. Többek között megújulhat a színpad, a közösségi terem szociális helysége, illetve a nyílászárók és a kerítés is. A munkákat Pásztor László képviselője alapjából finanszírozta, a jelenlegi ütemmel, vagyis az udvar felújításával várhatóan a következő héten végezhetnek a Barcika Park Kft. Munkatársai.
Május 18-áig lehet még pályázni. A Vállalkozások Munkahelyteremtés Szolgáló Támogatása a Kazincbarcikai Kistérségben című svájci-magyar együttműködésben megvalósuló pályázat harmadik körében rendelkezésre álló 110 millió forintra. Mint az a kiírást követő nyilvános tájékoztató fórumon elhangzott, a programban a tartós munkahelyteremtés mellett hangsúlyozott cél a mikrovállalkozások erősítése és az, hogy minél több cég települjön be a volt Kazincbarcikai Központi Általános Iskola épületében létesítendő üzleti, szolgáltató és inkubációs parkba. Először mutatkozott be a nagy közönség előtt Tátrai Ferenc a Gyermekek Háza Kézműves Házba május 7-én. A nyugdíjas művész az elmúlt 10 évben készített festményeit tette közszemlére. Tátrai Ferenc már gyermekkorában kitűnt rajz és festői tehetségével, de aktívan az elmúlt 10 évben alkotott. A művész legszívesebben tájképeket fest, de a portré és a különleges témák is közel állnak hozzá. Tátrai Ferenc munkásságáról barátja, Nagy Róbert beszélt a kiállítás megnyitón. Színei viszont teljesen egyetileg. Festészetileg, technikailag tulajdonképpen tökéletesen megoldott. Még az olyan tehát kissé elvont festmények is, mint a csillagképek, amelyek itt láthatóak, azok is tulajdonképpen az ő látomásainak művészi kifejezése. Tátrai Ferenc az elmúlt évtized termését barátai bátorítására tette közszemlére a Mezei István Művészeti Központ emeletén. A kiállított képek csak egy töredékét képzik a művész repertoárjának. Egyrészt valamit már elajándékoztam, tehát azokat nem nagyon mentem utána, nem kértem vissza, bár van vagy 4 darab kép, amit elajándékoztam és elkértem. Tehát ami megmaradt otthon azok közül, amit úgy láttam, hogy én nekem jobb vagy jobban tetszik, azokat hoztam el. De ez körülbelül az egy harmada a festett képeknek. Az ünnepélyes megnyitón a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és művésztanára a zenés műsorral kedveskedett a vendégeknek, majd a Balcika Art Kft. Munkatársai ajándékokkal köszönték meg mind a kiállítónak, mind a közreműködőknek a megnyitón való részvételt. A tárlat június 15-ig tekinthető meg a Gyermekek Háza Kézműves Házban. Színes világ címmel nyílt tárlat a Gimi Galériában május 13-án. A kiállításon Kovácsné Boncsér Éva festményeit tekintheti meg a nagy közönség. A festés fortéjait autodidakta módon sajátította el, és folyamatosan a jobb eredmény elérésére törekszik Kovács Istvánné, azaz Boncsér Éva. A jelenleg Vadnán élő 2 gyermekes családanya már gyermekkorában is rajzolt és festett, de aktívan az elmúlt években alkotott. A festőművészt alkotótársa Motkó Zoltánné mutatta be a vendégeknek a kiállítás megnyitón. Együtt festettünk a Vadnai tónál, de a legtöbb képemet bent készítem a lakásban, mert hát nem sok idő van arra, hogy ugye az ember kijöjjön a szabadba, és festegesen pedig bár szívesen megtenném, mert a táj szépsége az tényleg úgy magával ragadja az embert, és jobb, mint hogyha egy kis képről festi az ember a képeket. Kovácsné Boncsér Éva nem büszkélkedhet neves mesterekkel, csupán az elhivatottsága tanítója. Sosem törekedett arra, hogy híres festő legyen, célja csupán az örömszerzés. Nem is a kiállításra törekedtem, tehát a kiállítási lehetőség az mindig nagy örömmel tölt el egyébként, hanem inkább szeretek másoknak örömet okozni, tehát az emberek örömére festegetek, meg a saját magam örömére természetesen. Megnyugtat, kikapcsol, tényleg boldoggá teszi az embert a színek világa. Aki szeretné megtekinteni az olajfestményeket, az június 15-éig teheti meg a Gimi Galériában. A kiállítás megnyitójáról felvételeket láthatnak május 15-én, pénteken este 6 órától Helyzetkép című műsorunkban. Sikeresen szerepelt az In Aeternum Gospel kórus az RTL Klub ősszel induló új tehetségkutató műsorának, a Hungary's Got Talent-nek az első előválogatóján május 9-én a televízió székházában. A Got Talent formula Európa számos országában futott és fut jelenleg is sikerrel. Kálmár Rita, a kórus vezetője a KVTV híradójának azt mondta, az RTL Klub szerkesztője a legnépszerűbb videó megosztó portálon talált felvételeken keresztül figyelt fel a kórusra, és hívta meg őket
őket a válogatókra. Az In Aeternum Gospel Kórus a május 19-i Presszó egyik vendége lesz, ahol mesélnek az előválogatóról, sőt az egyik ott elhangzott dalt is előadják a KVTV stúdiójában. Idén is csatlakozott Kazincz Barcika a Kihívás napja országos rendezvénysorozatához, melyet május 20-án, vagyis jövő szerdán rendeznek. Mint ismert, tavaly a városunk kategóriájában Magyarország legsportosabb városa lett. A szervezők azt kérik, minél többen sportoljanak idén is együtt ezen a napon, hogy a siker újból megismétlődhessen. A sportprogramok egész nap tartanak majd, lesz többek között éjszakai labdarúgás, ovis és nem ovis kolorfutás, lehet majd focizni a KBSC ellen, és számos más programot választhatnak még a sportolni vágyók. További részletek a www.barcikart.hu/sport oldalon. A KVTV híradóját látták. Friss híreket legközelebb május 19-én a Presszóban jelentkező új hírblokkunkban láthatnak. A híradóval pedig a megszokott időben, május 21-én csütörtökön jelentkezünk. Műsorainkat, híreinket a www.barcikart.hu oldalon találják meg. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!